A magyar honvédelmi hagyományok ápolása érdekében korábban kezdeményezték, hogy legyen egy nap, amely a magyar zászlók bemutatásáról, történelméről szól. A magyar zászlók napja hivatalosan még nem létezik, a budai várnegyedben azonban ezzel kapcsolatos programsorozatot indítottak múlt hétvégén. A rendezvényen Somogyi Győző, Kossuth Díjas festő és grafikus művész kiállítását is megnyitották. Somogyi Győzővel nagyon régi a kapcsolata, a megyei önkormányzatnak számos közös rendezvényben működött közre, a művész úr Szabolcs településen elsősorban megfestette számunkra Szent László zászlaját, amelyet Krakóban szenteltek fel 2011-ben, és azóta is a Szabolcsi műemlék Árpád-kori templomban őrizzük, és hát még folytathatnánk a sort. A mai nap azért is kiemelkedő, hiszen először rendezték meg itt a budai várban a magyar zászló ünnepét, és ennek az ünnepség sorozatnak, remélhetőleg hagyományteremtő ünnepség sorozatnak az első kiállítási megnyitása volt ez a mostani rendezvény, amely Somogyi Győző munkáiból, ebből egy széles metszetet adva mutatja be a magyar zászló történetét a kezdetektől. A magyar zászló ünnepen többek között Szabolcs település egyik hagyományőrző egyesülete is képviselte megyénket. Barátaim, vitéz pajtások mondták is, hogy félig meddig ilyen szabolcsi napra sikerült ott a várba a programnak ez a része, de ez jogos, hiszen mind az elnök úr, mind az egyesület egy hármódol megállapodás az önkormányzattal, kötöttünk egy hármódol megállapodást, ami arról szól, hogy a hagyományőrzést Szabolcson és a térségben megfelelő színvonalon tudjuk folytatni, és Szabolcs hírnevét történelmi rangjának, Szabolcs vezér, Szent István és Szent László örökségének megfelelően képviselhessük. A rendezvényen bemutatták azt a könyvet, amely a kiállításon látható grafikákat tartalmazza. Azt gondolom, hogy ilyen ünnepség még nem volt a budai várban Mátyás király óta. De hogy ilyen sok történelmi zászló ennyi vitéz korhű ruhában ünnepelt, ez egy rendkívüli eset volt. És boldog vagyok, hogy ilyen hagyományőrző bajtársakkal dolgozhatok együtt. A hagyományőrzők azt remélik, hogy jövőre már a hivatalos és elfogadott magyar zászló ünnepén szervezhetik felvonulásukat.